És csak egyszer változott a reklám törvény, de alapjaiban itt bonyolult volt és kevésbé érthető. És mivel a vállalkozók ezt a jelzést adták, ezért úgy gondoltuk, hogy mi kamara mellé állunk ennek a kezdeményezésnek, és a NAV szakemberét felkérve tartunk egy tájékoztatót, mivel ugye ki más tudná legjobban, mint a NAV, és aki ugye ezt ellenőrzi. Úgyhogy jó tisztában lenni úgy mindennel, hogy kik a kötelezettel, kik a mit is biztos kell bevallani, a számlára ráírni, mit kell ráírni, úgyhogy elég gyorsan el lehet jutni. A fogalmakat röviden definiáljuk, hogy a törvénnyel kapcsolatban milyen fogalmak azok, amelyekkel tisztában kell lennünk. Utána nagyjából végig megyünk a törvény legfontosabb mozzanatain, kik az adó alanyai, ki az adó fizetésre kötelezett, mi az, ami után adót kell fizetnünk, meddig kell bevallani. A bevallásból is az alapvető dolgokat kivetítjük majd, hogy hogyan kell majd a bevallást elkészíteni, kinek milyen határidővel, és én úgy gondolom, hogy ez egy olyan törvény, amit példákon keresztül lehet a legjobban megérteni, és igyekeztem én ebből példát hozni. Körülbelül egy olyan 15-20 példát hoztam, és akkor azáltal végig tudunk menni hát a bevallási részen is, hogy hogyan kell bevallani, meg azt, hogy ki az, aki egyáltalán majd az adó alanyává válik, és milyen nyilvántartás vezetési kötelezettségei lesznek.